Bűnösnek mondta ki a bíróság az egyik hajdúszoboszlói szállodaberuházás vádlottját. Aláírta szerződését a 2500. önkéntes katona. Közbeszerzési konferencia. Emlékkiállítás megnyitója a Kultúra napján. A Magyar Kultúra napja alkalmából a Főnix versmondó kör mutatta be ünnepi műsorát a Kulturális Központ zenetermében. 14. alkalommal tartották meg az életerő napot. Tetétlenen jártak a Herkules ese erős emberei. Január 25-én második alkalommal rendezték meg a szoboszlói kupát a Városi Sportcsarnokban. Rendőrségi hírek, magazin. Amennyiben adásukról lemaradtak, keressék fel Facebook oldalunkat vagy YouTube csatornánkat.